Я дякую кожному і кожній, хто бере участь в рятувальній операції. Ukrajna nem érti és nem fogja elfelejteni a belpolitikai játszmákat vagy vitákat a partnerállamokban, miközben ukránok halnak meg az orosz agresszió következtében, jelentette ki Volodymyr Zelenszkij elnök a szombatesti videóüzenetében. Zelenszkij hangsúlyozta, hogy a sahedek olyan jellegű támadásainak, mint amilyen szombaton az odesszai civil lakosokat érte, nincs és nem is lehet katonai jelentősége, mert ez terror, amelynek célja kizárólag emberi életek elpusztítása és emberek megfélemlítése. A világ tudja, hogy lehet szembeszállni a terrorral. A világnak van elég légvédelmi rendszere, védelmi rendszere a sahedek és a rakéták ellen. A fegyverszállítás késleltetése a népünk védelmét szolgáló légvédelemhez sajnos ahhoz vezet, hogy folyamatosan bővül azon gyermekeknek a listája, akiknek Oroszország oltotta ki az életét, mutatott rá az államfő, majd hozzátette, hogy Ukrajna nem kér többet, mint amennyi az életvédelméhez szükséges. Amikor életek vesznek el, és a partnereknél egyszerűen belpolitikai játszmák vagy viták vannak, amelyek korlátozzák a védekezésünket, akkor ezt lehetetlen megérteni. Ezzel nem lehet egyetérteni, és lehetetlen lesz elfelejteni, figyelmeztetett Volodymyr Zelenszkij. Погодитись і буде неможливо забути. Світ пам'ятатиме це. Oroszország szombaton újabb dróncsapásokat mért Harkivra, Odesszára és Szumi megyére, ezért Ukrajna sürgeti a szövetségeseit, hogy fektessenek be többet a fegyvergyártásba, közölte Dmytro Kuleba külügyminiszter az X-en. Az ukrán diplomácia vezetője kifejtette, Oroszország minden alkalommal cselekszik, míg a nyugat tétlenkedik. Minden olyan szóért, amely megmagyarázza, miért nem lehet tenni valamit Ukrajnáért, Oroszország valódi emberi életet veszel. A külügyminiszter hangsúlyozta, hogy minden elmaradó vagy késlekedő nyugati katonai támogatásra Oroszország több száz rakétával és drónnal válaszol, amelyek ukrán városokat támadnak. Minden Európából exportált lövedékért pedig, amit nem Ukrajnába küldenek, Oroszország újabb négyzetméternyi európai földet foglal el, tette hozzá. Fektessenek be fegyvergyártásba, vásároljanak és tiltsák meg az Európán kívüli exportot már most. Az a cél, hogy a szükséges mennyiség biztosítása mellett a lehető leghamarabb cselekedjenek, mutatott rá Dmytro Kuleba. Volodymyr Zelenszkij megállapodást írt alá Mark Rutte holland miniszterelnökkel a kelet-ukrajnai Harkivban. Ez alapján Hollandia 2024-ben 2 milliárd euró katonai segítséget, a következő 10 évben pedig további védelmi támogatást nyújt Ukrajnának. A holland védelmi támogatásokba beleszámítják azokat a készleteket, amelyeket a hágai vezetés saját hadserege készleteiből ad át, elsősorban lőszereket, páncélosokat, és tervben van brit katonai drónok megvásárlása és átadása Kijevnek. A Rutte kormány összefoglaló jelentése szerint az Ukrajnának szánt támogatások az F-16-os vadászgépek idén várható átadása mellett kiterjednek a humanitárius, bűnöldözési és az újjáépítési hozzájárulásokra is. További 30 millió euró érkezik Kijevbe egészségügyi célokra, 60 millió gázvásárlásra és 60 millió azoknak a holland cégeknek a támogatására, amelyek részt vállalnak az ukrajnai helyreállításokban. Emellett 14 millió eurót szánnak a háborús bűncselekmények feltárására, tájékoztatott a holland kormány. Lengyelország elutasítja csapatok Ukrajnába küldésének a lehetőségét, Varsó inkább hadifelszerelést ad az ukrán hadseregnek, jelentette ki szombaton Vladislav Kosinyak-Kamish, lengyel védelmi miniszter. Az Emmanuel Macron francia elnök európai csapatok ukrajnai bevetésével kapcsolatos korábbi nyilatkozatát kommentálva azt mondta, nincsenek olyan jellegű terveink, sem pedig szándékunk. Ezt közvetlenül és egyértelműen megmondjuk a szövetségeseinknek. Ez nem NATO, hanem egy francia kezdeményezés. Mi úgy gondoljuk, hogy sokkal jobb a felszerelést átadni, nyugtatta meg honfitársait Vladislav Kosinyak-Kamish. A tárcavezető jelezte, hogy Lengyelország képezi ki az ukrán hadsereg egyharmadát. Korábban Andrzej Duda lengyel elnök és Donald Tusk miniszterelnök is kommentálta Macron javaslatát, és kijelentették, hogy nem fontolgatják ezt a lehetőséget.
A Gabona folyósó működésének kezdete óta az export teljes volumene elérte a 28 millió tonnát, jelentette be Alekszandr Kubrakov, Ukrajna újjáépítéséért felelős miniszterelnök helyettese. A nagy odesszai kikötők rakományforgalma februárban 8 millió tonnát tett ki, amelyből 5,2 millió ukrán gazdálkodók termékei voltak. Ezek rekordexport számok, nem csak az ukrán folyósón keresztüli, hanem a teljes körű invázió kezdete óta. A Fekete-tengeri kikötőkön keresztüli export ugyanakkor fokozatosan megközelíti a háború előtti mutatókat, hangsúlyozta a miniszterelnök helyettes. Hozzátette, a Gabona folyósó működésének kezdete óta elért 28 millió tonnás exportból 19 millió tonna gabona és olaj volt. A rakományokat 42 országba szállították. Napjainkban a mezőgazdasági export több mint 90%-a az odesszai és a dunai kikötőkön keresztül történik.